A mac nagyon sok lehetősége van, de ezeknek egyszerre csak nagyon kis része fér el a szemünk előtt a képernyőn. A háttérben számtalan szolgáltatás, menüpont és panel várja, hogy használatba vedd. Aki szeretné kihasználni a gépét, bizony nem árt megismerkednie ezekkel a lehetőségekkel. Erre való egy könyv vagy tréning, amilyen ez is. Itt hosszú távú, átfogó ismereteket szerzel a Mac-ről, megtanulod a rendszer felépítését és használatát. Felesleges és unalmas lenne viszont megtanulni az összes alkalmazás összes lehetőségét, menüpontját és beállításait. Sokkal jobb erre, gyorsan elérhető tudástárat használni. A haladó felhasználók sem tudják kívülről az összes menüpontot. Egyszerűen csak ismerik a rendszer alapvető logikáját, és gyorsan meg tudják szerezni az éppen szükséges információkat. Éppen ezért a felmerülő problémákat is gyorsabban meg tudják oldani. Bár a meg híres a könnyen használhatóságáról, itt is sokszor el a segítség. Ez a fejezet arról szól, hogyan nézhetsz utána a megoldásnak menet közben. A Mac OS X beépített tudástárral van felszerelve. Ez egy központi súgó, melyben a Mac egészére vonatkozó általános témák mellett a telepített alkalmazások dokumentációja is elérhető. A súgó egyaránt használható tanuláshoz és gyorsan elérhető referenciaként. Vagyis egyrészt megszerezheted innen azokat az információkat, melyek egy-egy alkalmazás vagy a rendszer szolgáltatásainak átfogó megismeréséhez szükségesek. Másrészt pedig, ha elakadnál a meghasználata közben, akkor a legtöbbször a help lesz az elsődleges segítséget. A help kapcsolódik az Apple támogató webhelyéhez is, ahol sok hasznos információ van összegyűjtve a meghasználatával és gyakorlati problémák megoldásával kapcsolatban. Itt egy kicsit ki kell térnünk a magyar nyelv kérdésére. A megsúgója ugyanis egyedül nem beszél magyarul. Tud németül, spanyolul, japánul és egyéb idegen nyelveken, de magyarul általában csak a magyar fejlesztési alkalmazások szólalnak meg. Ezt egy kis csavarra vehetjük pozitívumnak is. Az internet korában ugyanis nagyon nagy előny, ha valaki ért angolul, mert ezen a nyelven érhető el a legtöbb információ, és ezen a nyelven beszél a legtöbb alkalmazás. Az idegen nyelven beszélő meg, a beépített szótárával és külön megvásárolható nyelvtanító alkalmazásokkal egy jó kiinduló pont a nyelvtanuláshoz. Hogyan lehet beállítani a súgó nyelvét a Meken? A súgó és az alkalmazások a rendszer elsődleges nyelvén próbálnak megjelenni. Ha ez nem megy nekik, akkor a másodlagos, majd a harmadlagos nyelvvel próbálkoznak. A rendszer nyelvét a rendszerbeállítások alkalmazásban lehet beállítani a Nemzetközi Beállításokon belül a nyelvlapon. Itt a nyelvek listájában a legfelső nyelv az elsődleges, a második a másodlagos, és így tovább. Ha szeretnéd megváltoztatni a sorrendet, egyszerűen fogd meg, és húzd a megfelelő helyre a megfelelő nyelvet. Alapértelmezésben a magyar nyelv nincs a listán. Ezen változtathatsz az Edit List gombbal. A megnyíló listában jelölt ki a magyar nyelvet, és más nyelveket, melyeket használni szeretnél, majd nyomd meg az OK gombot. Az előtérben lévő alkalmazás súgóját a menüsoron éred el, a Help menüben. Ha például az Address Bookhoz szeretnél segítséget kapni, akkor az Address Book menű során a Help menüben kattints az Address Book Help menüpontra. Meg fog jelenni az alkalmazás súgójának nyitóképernyője, ahonnan eljuthatsz a címjegyzék használatáról szóló részletes információkhoz. Ha a Mac általános súgóját szeretnéd megnyitni, akkor a Finder legyen előtérben, és ennek Help menüjéből választ a Meg menüpontot. A megjelenő súgóban a Mac használatához kapsz általános segítséget, és megismerheted a Mac OS X szolgáltatásait, illetve ezek használatát. Billentyű kombinációval természetesen gyorsabb a súgó elérése. A megfelelő alkalmazáson állva a Command-Shift kérdőjel kombináció megnyitja a Help ablakot. A help nem csak a menüből érhető el. Vannak olyan ablakok, általában beállítás ablakok, melyeken egy kis kérdőjel van elhelyezve. Erre kattintva azonnali segítséget kapsz az ablakban lévő témával kapcsolatban. A sugó hasonló egy webböngészőhöz. Az itt megtalálható információk a könnyebb áttekinthetőség érdekében lapokra vannak bontva, és ezek össze vannak kötve egymással. A súgó szövegek tartalmazhatnak hivatkozásokat, melyek vastag betűvel jelennek meg, színük pedig kék vagy szürke. Ezekre kattintva más lapokra lehet eljutni, vagy egy weboldalt nyitnak meg az internetböngészőben, vagy alkalmazást indítanak el. Vannak olyan képernyők, melyek hasonlóak egy tartalomjegyzékhez. Összefoglalják az adott témához kapcsolódó információkat. Innen a hivatkozásokra kattintva juthatsz el a keresett oldalhoz. Ilyen összefoglaló képernyő az alkalmazások súgójának nyitóképernyője is, mely a legfontosabb témákat tartalmazza. A súgó böngészése közben bármikor visszatérhetsz a nyitóképernyőhöz a házi kójelű gombbal, vagy az alatta lévő sávban található HOME hivatkozással. A súgó alkalmazás megjegyzi, hogy milyen lapokat néztél meg a böngészés során. Ezekre könnyen visszaléphetsz a vissza gombbal. Ha a gombot egyszer lenyomod, akkor az előzőleg meglátogatott oldalra visz, ha lenyomva tartod, akkor pedig kiválaszthatod, hogy melyik oldalra szeretnél visszatérni. Ha visszamentél egy korábbi oldalra, akkor onnan ismét előreugorhatsz az előre gombbal. Ez is hasonlóan működik, mint a visszagomb. Egy alkalmazás súgójából átugorhatsz más alkalmazások súgójába is. Ehhez tarts lenyomva a házi gombot, és meg fog jelenni egy lista az innen elérhető súgók nevével, ahonnan kiválaszthatod a következő alkalmazást. Itt egyébként nem csak alkalmazások súgójához, hanem Apple eszközök, mint például iPhone vagy Apple TV dokumentációjához is átugorhatsz. Sok oldalaján vannak hivatkozások, melyek a témához kapcsolódó oldalakra mutatnak. Ha az elolvasott oldal nem válaszolta volna meg a kérdésedet, vagy többet szeretnél tudni, akkor esetleg nézd át ezeket az oldalakat is. A help oldalaknak általában van szószedete is, mely pont olyan, mint a könyvek végén található szószedet. Itt ABC sorrendben vannak összegyűjtve az aktuális súgó téma legfontosabb kulcsszavai és az ezekhez kapcsolódó oldalak. A szószedetet a súgóablak jobb felső sarkában lévő index hivatkozással érheted el. A súgóablak eszköztárán a legfeltűnőbb elem a keresőmező, melyel a súgó témák között kereshetsz. Ide egy-két, de legfeljebb három kulcsszót érdemes megadni, ami alapján a rendszer megkeresi neked a kapcsolódó dokumentumokat. a beviteli mező bal oldalán lévő nagyító ikonra kattintasz, itt beállíthatod, hogy az aktuális alkalmazás súgójában szeretnél lekeresni, vagy a rendszer összes súgó dokumentumában. Itt azt is beállíthatod, hogy megjelenjenek-e az Apple támogató oldalairól származó cikkek. Ha van internetkapcsolatod, akkor érdemes ezt beállítani. A beírt kifejezés keresése az Enter gomb lenyomására indul, majd megjelennek az ablakban a találatok. A lista első felében a számítógépen talált cikkeket láthatsz. Az ezek jobb oldalán megjelenő szürke sáv hossza jelzi, hogy mennyire passzol a talált szöveg a keresett kifejezéshez. Ha a kurzort egy kicsit pihenteted valamelyik találaton, meg fog jelenni egy összefoglaló a cikkről. A lista alsó részében az internetről, vagyis az Apple támogató oldalairól, az Apple Supportról származó találatok jelennek meg, melyek általában életközelibb helyzetekre adnak megoldásokat. A támogató cikkek lehetnek régebbiek is, melyek elsősorban a macOS 10 előző változataira vonatkoznak. Ezért érdemes megnézni a szöveg utolsó módosításának dátumát, melyet az oldal alján találsz. A legtöbb esetben az a leggyorsabb, ha közvetlenül a Help menüben megjelenő kereső mezőbe írod a kifejezést, amire kíváncsi vagy. Ezt a menüt a leggyorsabban a Command-Shift-Per billentyű kombinációval érheted el. Ahogy írod a szöveget, a legfontosabb találatok egyből megjelennek a menüben. Ha mégsem szeretnéd látni a keresés eredményét, akkor töröld a beírt kifejezést például a szürke X gombbal, és az alapértelmezett elemek újra megjelennek a menüben. A menüben a találatok kétfélék lehetnek. A lista felső részén az alkalmazás menü elemei jelennek meg, melyek illenek a kereséshez. Ha ezek valamelyikét kiválasztod, akkor a rendszer megmutatja, hogy hol található az adott elem a menü sávon. Hatása ugyanolyan, mintha menüben kattintanál erre az elemre. A lista második felében a súgó találatok vannak. Ezek valamelyikét kiválasztva megjelenik a súgó ablak a talált súgó szöveggel. Ha a menüben nem fér fel az összes találat a listára, akkor a menü alján megjelenik a Show All Results menüpont is, ha erre kattintasz, szintén a súgó ablak jelenik meg. Ez az összes találatot mutatja, mintha ebben az ablakban indítottad volna a keresést. Pár dologról még nem beszéltünk, melyek kényelmesebbé tehetik a súgó szövegek böngészését. A help ablakban megjelenő szöveg mérete tetszés szerint állítható, az eszköztárban elérhető, fogaskerékkel jelzett action menüben. Itt a Make Text Smaller kisebb betűket eredményez, még a Make Text Bigger nagyobbakat. Ha a megjelenő oldalon sok az információ, te pedig csak egy apróbb információt keresel, akkor használhatod a súgó kereső funkcióját, mely azonnal a keresett szövegrészhez ugrik. Itt nem kell átböngészned az egész oldalt. A keresést az Action menü Find menüjének Find menüpontjával indíthatod. A megjelenő keresőablakba írd be a kereső kifejezést, és használd a Next és Previous gombokat a keresett szöveg felderítéséhez. A megtalált szöveget a rendszer szürke háttérrel jelzi. Az oldal kinyomtatását szintén az Action menüből lehet indítani. A megsúgója sok mindenre választad, de gyakran szükség van más források ikénybepételére is. Számos alkalmazás help menüjében további források vannak összegyűjtve. Ezek általában PDF dokumentumok vagy a fejlesztő cég weboldalán elhelyezett információk.